Nagyon sokan vannak úgy, hogy akár már nyugdíjasként is maradtak a munkahelyükön, aktív életet élnek, meghatározó egyéniségei munkaterületüknek, munkahelyüknek. Róluk, nekik és értük szól Barta Endre alpolgármester kezdeményezése. 2019 óta, amikor alpolgármester lettem, ugye az egy munkakörömhöz tartozik a szépkorúak köszöntése. Én nem szégyellem bevallani, hogy az elején ezt egy kötelező dolognak tartottam, és ahogy telt múlt az időm, akár már a második, harmadik köszöntésnél azt vettem észre, hogy egyrészt, hogy nagyon élvezem ezt a dolgot, és tényleg olyan történeteket hall az ember, tehát együtt élte meg a város fejlődését, és nagyon, ahogy mesélik a 90 vagy 95 évesek azt, hogy úgy megélték ezt az időszakot, tényleg egy nagyon érdekes dolog, és egy nagyon jó kép áll össze az emberben így a városról. Én nagyon megszerettem ezt a dolgot, és éppen ezért nagyon örültem egy olyan megkeresésnek, amit egy kedves ismerősöm tett, hogy bizony vannak olyanok, akik már jóval túl vannak a nyugdíjkorhatáron, és mégis tevékenykednek, akár olyan munkakörben is, akár mint az 1960-as vagy a 70-es évektől végeznek, és így gondoltuk, hogy akkor lehetne egy ilyen kis sorozatot csinálni. Az első ilyen vendégünk, illetve mi leszünk a vendégei, Szentírmai Cilike lesz, mondta, hogy nyugodtan hívhatom így. Ugye ő a fodrász, és nagyon sok év, több évtizede fodrászkodik a városban, és hát nagyon nagy ügyfélkörrel rendelkezik, nagyon sokan szeretik. És hogy az idősebb generáció ma is aktív kiválóságait bemutató epizódok sorozattá változnak-e, ez akár önökön is múlhat. Ajánljanak nekünk ilyen személyeket, ajánlják akár magukat is. Olyan városlakókra lennénk kíváncsiak, akik már nyugdíjasként, de még ma is nagyon aktív életet élnek, és közösségük, szakmájuk, hobbiuk, meghatározó egyéniségei. Javaslataikat, ötleteiket kérjük juttassák el a DSTV szerkesztőségébe az info@dstv.hu e-mail címre.